Fogadják nagy szeretettel Szőnyi Józsefet. Az én első szavam a köszönetén. Köszönöm, hogy meghívtak ide Önökhöz. Azért köszönöm, mert manapság ez a világ, ez az RTL klub színvonalú, ilyen pocsolyában, lubickoló világban. Vannak emberek, akik másfajta értéket keresnek, és ezt az értéket Pilisszántról találták meg. Ezt külön meghálálom, és külön nagyon köszönöm. Amit a István mondott rólam, abból én az alázatot emelném ki. Ez az, amit én magaménak vallom. Értékrendem egyébként nemzeti és keresztény. Keresztény, mert manapság ezt most már tudatosan vállalom. Azért, mert van, aki most már kezdi szégyelni is. Én nem is tudom, hogy miért, mert van, aki szégyeli, hogy cigány, van, aki szégyeli, hogy zsidó. Én nem tudom, mit kell szégyelni. Én keresztény vagyok. Nyugodtan le lehet keresztényezni, büszkén vállalom. Talán még egy kicsit finomításként hozzáteszem, hogy az új szövetségi fajtából való keresztény vagyok. Látszólag én most Pilisszántorról fogok beszélni, mert én ott lakom és őt ismerem, és ami ott előjött, az valahogy rajtam keresztül jött elő, és amikor úrnak annyiszor néztem föl, köszönöm Uram, hogy rajtam keresztül tudtam eljutni a falu titkaihoz, de amit előadok, abban érezni lehet, hogy a fajsúlya, a történelmi háttere nem csak Pilisszántó, mert akkora, hogy ez Kárpát-medenci érték. Nyilván egy sumér kultúra nem csak Pilisszántóra ragad, hanem valamiért itt van az Európa közepén, csak Pilisszántón valamiért fölfigyeltünk rá. De nem azért, mert én olyan okos vagyok, egyáltalán nem vagyok okos, sőt, komolyan mondom, magunk közszólva néha bosszantóan buta vagyok. Ezért aztán, mint mészégető, mert ez a szakmám, tehát jó, a tanult szakmám is van, a tanult szakmám pedig gépipari technikumot végeztem Esztergomba, a Botján János technikumba, de hát ezt nem sokáig gyakoroltam, mert a Pilisszántó mészégetésből élt 300 éven át, ott mindenki tudott meszet égetni, ha nem is akart, de ezt a szakmát nem lehetett tanulni, ezt apáról fiúra örökölték, gyerekkoromtól, ahogy nőttem, hallottam a szüleim, mitől döglött meg a ló, miért esett ki a lovaskerék, miért nem égett ki a fa, melyik jobb, onnan vagy innen, tehát ezeket anélkül, hogy tanultam, szívtam magam a gyerekkoromban, mire felnőtt lettem, kész mészégető lettem. Csak ugye ott 400 mázsát is kellett megmozgatni naponta. Édesapám már nehezebben bírta, ezért aztán átvettük az öcsémmel a mészégető szakmát. Aztán később, hát évtizedekig csináltam ezt a mesterséget. 90-ben aztán a falu azt mondta, hogy figyelj, elegünk van a kommunistákból, legyél te a polgármester. Hát jó van, ha akarjátok, de azt sem tudom, hogy kerül ide a csizma az asztalra. De hát ott voltak a régi elvtársak, akik a marxista, leninista, meg mitén társadalom egyetemre jártak. Cukkoltak is, meg egy kicsit csipkedtek, hogy na, ugyan, hát ez nem tanult semmi marxista, leninista. Hát én meg azt mondtam, hogy szerintem a polgármesternek az a dolga, hogy a falu lelkét tegye sínre, tegye pályára, a többit meg majd a szakma majd segít hozzá. Én szabjam meg a falu irányát. Hát most utólag azt hiszem meg lehetek elégedve, mert a falu jó hírneve most már nem csak országszerte tovább terjed, és híres, és nem mindegy, hogy mitől, mert Balatonöszöd is híres, nem biztos, hogy örülnek neki. Tehát Pilisszántó mástól lett híres, és most itt ezen a képen be is mutatom, ez föntről ki, ezt az angyalok látják így a mennyországból, mert bár azt szokták mondani, hogy Pilisszántó az Isten háta mögött van,
mert itt van a végállomás, Budapest innen lehet bejönni, és itt van a vége, tovább nem lehet jutni, mert a hegyek körbe kerítik a falut. Itt ugyan át lehet menni Szentkeresztre és ide Dobogókőre, mert itt van Dobogókő, ahol most hallottátok, hogy mi történt, tényleg le vannak a koronák fejezve, sok kidőlt fa, de itt a Pilis lábánál itt semmi baj nincs, egyébként áldott helyen van a falu, mert komolyan mondom, megvédi a Pilis minket, és minket soha semmi baj, akármilyen vihar van, itt csönd van. Nos, a faluról, amikor 90-ben polgármester lettem, akkor hát nem sokat tudtunk a történelméről, a 1700-as évektől igen, mert előtte is volt falu, és most már tudom, hogy a legrégebbi faluról szóló említés az 2500 éves. Csak akkor nem Szántónak hívták, hanem Luzomána. Ezt egy régész találta ki, és Luzomána az valami olyat jelent, hogy a napnak az ereje, kelő nap. Ez azért borzasztó fontos, mert majd később rájöttök, majd megmutatom nektek, hogy miért fontos, hogy mennyire stimmelnek a puzzle-k, hogy érzed, hogy szóval ez a bajom mostani nap is, hogy az ember hallja, hogy ott csilengel egy, ott ragyog, ott csilingil egy hegedű, ott egy gyönyörű zongora, csak nem látom a karmestert. Szóval érzed, hogy itt valami nagy szimfónia van a háttérben, a pázlokat, darabjait látom, csak még nem jött össze. Hogy kerül ide a Sumér például? Gőze nincsen. Luzomána pedig egy Sumérhoz hasonló szó. És ezt egy Sasegi Sándor nevezetű régész találta ki, mert ő mondja, hogy a mostani Szántóhelyén volt. Azért stimmel a dolog, mert a topográfiában van falunak egy helye, ahol kelta település nyomok vannak, mert hivatalosan régészetileg is alátámasztva, és közben jön egy ilyen információ, hogy a falut Luzománnak hívták. Na de Pilisszántó mióta van? A falu első írott formában, ahol le van írva, hogy Szántó, az egy idézetben szerepel, hogy Boldog Özséb Szántó mellett építette Szent Kereszt kolostorát. Ó, amikor ezt 96-ban írtuk meg a falu történelmét, és akkor olyan fölcsapkodtam, hogy de jó, 1250-ben már volt falu, és ők hívták, hogy Szántó. A Pilis előnevet egyébként csak 1800-as évek közepén kapta a többi község is, azért, mert akkor jött be a posta, és hát az országban 7 Szántó nevű település van. Most szerencsétlen postás, mint én, Zalaszántóra kellett volna mennie, és Amói Szántóra vitte a levelet, biciklizett elég sokat, mire oda leért. Tehát ezért külön meg kellett Pilis Szántó, Abói Szántó, Zalaszántó, tehát ekkor lett a Pilis előnév oda téve, előtte csak Szántó volt. De ez a Szántó névben is már ott van, és ezt javaslom, nem tudom ki, csak Kecskemétről jöttek el, de érdemes, mert az a névben, a helység névben is van már valamilyen titok. A milyen kívül meg ne is majd rájöttök. Tehát most itt bemutatom, hogy ő a Pilis hegység névadó hegye, 765 méter magas, második a Dunántúlon, első Irodkő. Itt van hátul, itt van emögött, itt van valahol Esztergom, a hegy mögött van Kesztörc, ez azért mond, az 6 kilométer, mert ott van a pálosok, a mai tudományos megállapítás szerint, a pálosok úgynevezett Szent Kereszt kolostora, ahol Boldog Özséb megalapította a pálos rendet. Ez a mostani tudományos megállapítás. Én ezt majd mindjárt meg fogom cáfolni, mert szerintem Szántón van. Pilis Szentkereszt itt van, 3 kilométerre tőlünk. Ezt a képet, látjátok, repülőgépről csináltuk, Esztergomba szálltunk föl azért, hogy még tavasszal, amikor még nem zöldül be, akkor csináljunk fényképeket, mert lehet látni bizonyos foltokat. Például itt van ez a folt, ami nagyon jól mutatja, hogy itt valami van, miközben tudjuk, hogy például a falu
falun keresztül három római út ment keresztül. Azért képzeljétek el, 2000 évvel ezelőtt három római út, az nem volt semmi. Tehát ma sem semmi, az egy közlekedési csomópont, 2000 évvel ezelőtt három ment. Egyik itt ment keresztül, itt lehet, hogy vannak még valami épületek is, mert látszik, hogy itt valamitől elszíneződött, de az egyik az itt jött keresztül, mert Tátra, Brigetto, vagyis a mostani Szörnybe, Esztergomba, a másik fele pedig, másik vége Aquincumnál ment be a Dunába. A másik római út, mondjuk itt van Szentendre, Szentendréről Dobogókőre ment. Na most, ami érdekesebb, hogy ez a Mafra római Szentendréről sut, így mehetne egyenesen, de nem, ő bejött ide Szántóra, itt csinált egy kurflit, és úgy ment vissza Dobogókőre. Miért? Ez nekem kérdés volt, és erre a kérdésre most a nyáron kaptam egy, talán egy halvány kis magyarázatot, ugyanis van a hosszú hegy, igen, a római út itt jött be a faluba, és így jött itt hátra, és itt ezen a részen találkozott a három, mert valahogy összekötötték a három utat, itt a Trézsi forrás alatt, itt volt a három római út találkozási pontja. De miért jött be ez a római ide Szántóra, és plusz 5 kilométer tett, vagy 10-et is? Dzsungelen, sziklákon, erdőkön keresztül. Mi a fene oka volt annak, hogy ide jöjjön? Ennek ez nem lehet véletlen. Én gyerekkorom voltam, mert hát mi, amikor tévé még nem volt, ugye más se csináltunk, csak a hegyeket jár, ismerem, mint a tenyeremet. És itt a hosszú egy lábánál, körülbelül ezen a részen, vannak régi mészégető kemencék. 12 van, 2x12 van, így egymás mellett, és mivel mészégető vagyok, mindig néztem, hogy hogy égettek itt meszet, sehogy se stimmelt ez a technológia. Nem értettem, hogy hogy tudtak ebben meszet égetni. Elmondtam valakinek, ilyen csoportok járnak, és akkor az egyik ember azt mondja, no, én majd jövök a félkereső, mert volt ilyen műszere, megnézzük. Hát kiderült, hogy ezek nem mészégető kemencék, hanem vaskohók. Hoppá, hát ezért jött ez a római, talán ezért jött ide. Tehát ilyen kis apró szösszenetekből rakódik már össze egy kép, amiből hihetetlen izgalmas történelem alakul ki. Most itt van a Trézsi forrá, itt van egy orosdi kastély, azért mutatom, mert majd később részleteket is, de hogy térben lássátok, most itt van ebből a 3-4 kőbányából bányáztuk ki a mészégetéshez szükséges követ. Ami most, ez a bánya, ez most egészen más szerepet kapott, mert már nem égetnek meszett, 93-ban volt az utolsó mészégető. És aztán egyszer egy pályázaton pénzt tudtam szerezni arra, hogy a bányát rekultiváljuk. A rekultiváció annyit jelent, hogy itt lógtak a sziklák, meg mindenféle ott hagyott mindenféle limlomok, azt helyre lehetett hozni. Na, helyre is hoztuk, és nagyon szépen megcsináltuk a bányát, de előírta a pályázatíró, hogy újra hasznosítási célt jelöljen meg. A fenét lehet itt újra hasznosítani egy bányába. Mit lehet hasznosítani? Hát mondom, gördülnek itt a kövek jobbra-balra, igaz, hogy én Rolling Stones rajongó vagyok, gördülő kövek. És ebből a kis, apró kis ötletből jött az, hogy végül is sziklaszínház lett itt, és most nyaranta programok vannak. Most ugyan nem annyira, de 2003-ban volt az első program, 3 napig tartott, és a címe az volt, hogy Pilist, tisztelni jöjjetek. Ez alatt voltak a más címek, mert minden nap más volt, de a gyűjtőneve ez volt. Ezzel azt akartuk mondani, hogy Pilist, tisztelni jöjjetek. Győzike, maradjál csak ott, ahol vagy, meg a padödő, a közelbe se gyere, ide csak olyan jöhet, ami nemzeti és keresztény. Ezért jött oda Vasalbert, nem beszélve arról, hogy akkoriban jól fölpiszkálta a Kunce Gábor, a belügyminiszter, mert nem engedte hazajönni Vasalbertet meghalni. Akkor Vasalbert. Na, így került az, hogy ebben a sziklaszínházban mi mutattuk be elsőként Vasalbert 2 darab
könyvét, Elvásik a veres csillag és Ember az országút szélén. És hát színdarabot mutattunk be, vastag 2000 ember volt, és képzeljétek el, mert ugye nem egy vastag önkormányzat, és volt ott aggregátor, és már a darab jó része már lement, és egyszer csak látom, hogy füstöl, úristen, mint az Omega koncerten jött a füst. Csak ez nem a díszfüst volt, hanem leégett a aggregátor. Szűzanyám, most mit lehet ilyenkor csinálni? Erre a közösség fogta, a kocsikkal odaálltak szemben a színpaddal, a fényszóróra, a színészek pedig hangosabban beszéltek, és utána egy nyafogás, egy morgás, semmi nem volt, vastag sor. A műsor megválasztja a közönséget. Szóval ilyen gyönyörűségek voltak, kormorán, az kötelezően ott volt minden évben, ismerős arcok, csupa nemzeti dolog. Nos, a templom az, ja, és akkor most már, tehát ez egy másik előadást igényel, bár hoztam oda könyveket. Tehát ez a dolog odáig fajult, hogy ugye polgármester lett az ember, de ha csak egy egyszerű mezei ember vagyok, az én falumat akkor is védem, mert azért polgármesterként azt is tapasztaltam, hogy ez az idegen kezet nyúlkálnak ide. Ami ilyen keresztény ember révén, ugye, ami a kereszténységet tápolta, azt felszippantottam, amíg meg ellene szóltam, meg ráütöttem a praciára, te mennyi arrébb, nincs itt helyed. Hát bizony, ezt többször is meg kellett csinálni, és hát hogy védjem ezt a falut? Hogy tudjam megvédeni? Hát nem tudom, nem úszhatok ide drótkerítést, de ugyanis mi itt jön be, a Pilisben itt jön be az ember. Tehát itt van egy természetes bástya, mert itt van bent a Pilis térsége, Visegrád, Esztergom és csudaromokkal. Tehát itt jön be Pilisbe az első ember, itt találkozik a Pilisen. Tehát mi egy kapuban állunk, egy őrző-védő feladatot vállalunk, de hát mondj, hogy tudjuk megvédeni? Aztán egyszer elmentünk Medjugorjébe, egy zarándoklatra, három faluból, itt van Pilis-Szentkereszt, Szántó, és itt van Lemörösvár, és Medjugorjéba értünk, emlékszem rá, itt van a szemem előtt, hogy leszálltunk, és jó messze van, és egy sváb asszony leszállt, fölnézett a Krizsovácra, mert Krizsovác tetején ott, Polvi, nézd, ez olyan, mint a Pilis, csak a Pilisen nincsen kereszt. Na, ilyenkor lesz a holgokodra, majd anyatesel, és akkor ez a megoldás. Na, így született a Pilis keresztje, amit 2003-ban állítottunk föl, bár ide terveztem, hogy ide tesszük, de nemzeti park, meg különlegesen védett, ez pedig az önkormányzati, ez a bánya, erre most vagy polgármester vagyok, vagy semmi, oda és kész liberális. Tehát néha jó a demokrácia, de néha azért. Ide tettük a Pilis keresztjét, és ettől kezdve 12 méter magasan messziről mutatja az értékrendet. Tehát már Vörösvárról látszik, és ha jön onnan valaki innen ezen az úton Vörösvárról Szántóra, akkor a kereszt már messziről ránéz, ez az ember két dolgot csinálhat, vagy elkezd fintorogni és elhúz, vagy azt mondja, hogy nekem oda kell mennem, mert ott van a lelked nyugalma. Na most olyan emberek járnak oda, tehát a kereszt már megválogatja a látogatókat. Aztán a dolog tovább fejlődött, mert itt kialakult egy csillagösvény 7 szoborból áll, a nemzet történelméből, Nimród, Attila, Árpád, Szent István, Szent László, Boldog Özséb és Hunyadi Mátyás, 3 méter magas fából faragott szobrok, és aztán itt van a végén a Boldogasszony kápolna, és hát a mindennek a teteje a feltámadás keresztje. Az idén kaptunk egy harangot, de ez is több, ott minden ingyen van, tehát ott pénzért nem volt szabad dolgozni. Ezt mindenki tudta, úgy is jött. De ez a harang is úgy jött, hogy Polgi, elfogadsz egy harangot, ilyen hangon, elfogadsz egy harangot, Üsepart, egy háromvázsás harang. Na, neki csináltunk most az idén egy haranglábat, ez pünköstkor,
a csíksomjói misével egy időben nálunk is megtartott misén szenteltük föl, mert ugye nálunk a legfontosabb boldogasszony mise, az a csíksomjói misével egy időben kezdődő pünkösdi mise szombaton fél egykor. Az idén, illetve a jövőre, képzeljétek el, jövőre, aki jön, csíksomjóról jön a Darvas Kozma József atya. Tehát csíksomjóról jön ide misét bemutatni a közös misé, olyan szép dolog. No, de nem tudom, néha szóljárán, ha elvándorodjunk. Tehát ez itt a Piliszántor, én talán én itt lakom valahol, igen, ezen a részen, tehát a főút mentén, itt van a templomunk, és hát a falu az 2200 lakos, hát most már egy kicsit több, mert a weekend részen, itt ezen a részen, meg itt van egy weekend rész, ott is már be vannak jelentve, bár azok nem igazán szántolja. De polgármesterként tudatosan törvényekbe iktattuk azt, hogy ezt a falut megvédjük. Nekünk nem kell, nekünk nem rang, hogy várossá váljunk, mert a faluhoz nekünk ki akartam írni a falu elejére, hogy itt ebben a faluban 2000 polgárőr működik, mert ez így is volt. Tehát én 5 perc múlva én tudtam, hogy a faluban ott van a házaló. Nevezzük cigánynak, vagy ahogy akarjátok, házaló, és azt 5 perc múlva tudtam, és azt pateroltam ki, és sosem mentem a rendőrségre. Abba sose lesz semmi, de hát így egyszerűen, mondom, barátom, nem ismered a szántói ombudsman? Nem! Meg akarod ismerni? Igen. Na itt van, nézd ide. Ismerkedj meg. Mert ellopta a Petronéni izéjét, nyugdíját, ellopta a Krisák néninek a izéjét, tehát egy hibámban, amit nem tudom, hogy az, de ha a falumot valaki bántja, akkor kiborulok. Szóval akkor magam is csodálkozom, hogy kivetkőzöm. Akkor nincs senki, aki ellenállna, akkor kavárdott ki, és ez az impulzus most is bennem van, de Szántón nincs is. Na, menjünk egy kicsit beljebb. Még be se érünk a faluba, a falu az itt kezdődik, de annak idején építettem egy ilyen kaput. Látjátok itt a kapu, ez is nyitva van, csak pont vonalba van. Ezzel jelezni akartuk, hogy barátom, beléptél egy kapuba. Valahova megérkeztél, a kapun belül valami más van, mint a kapun kívül. Ezzel ezt akartuk jelezni, minden faluban, hogy üdvözöljük kedves vendégeinket, hát mi ezt raktunk ki oda. Itt van mi, ezt is oda tettük, ez a falu címere, ez a kedvenc jelen, a szívkereszt, üdvözöljük az ősi Pilis kapujában, aki a kapuban áll, az őrt áll. Aki oda jön, az tudja, hogy hova érkezett, nem kell sokat nem menni. Na, bejöttünk, még be se jöttünk a faluba, már elkezdődött már a rejtély. Ugye itt van a Piliszántól leírva Szantó. Mivel szlovák nemzetiségű falu, ezért mindenki azt hiszi, hogy ez valami szlovákul jelent. Semmit nem jelent. Nem tudjuk a mai napig, hogy mi az a Szantó. Viszont azt tudjuk, hogy a falu írott formában, ugye azt már tudjuk, hogy 1250-ben Boldog Özsép Szántó mellett építette a Szent Kereszt kolostorát. Akkor még a mondat többi része nem nagyon izgatott, csak az, hogy itt van a Szantó. Szantó. De többféle módon is le volt írva a falu. Szantau, Zandhof, W-vel. Nem tudom, mit jelentek, de van egy nagyon, az Aradi Lajossal egyszer egy könyvben találtunk egy Szantau, ugye így is jöttek a faluba, és egy csodálatos információt, amit már mindjárt megláttok, tehát nem tudjuk, már itt kezdődik a rejtő, nem tudjuk, mi az a Szantau. Na, ez itt a Pilisben lévő, amit itt mutogattam nektek, hogy itt van ez a kastély, amit 1900-ban épített egy Orosdi Báron nevű ember, aki pont 1900-ban, aki előtte évtizedekig a perzsa vidéken volt kereskedő.
egy zsidó kereskedő volt, aztán hazajött és megvette ezt a területet, ezt a 6 hektáros területet, és itt fölépítette ezt a kastélyt. Ez a kastély, látjátok, így nézett ki annak idején, csupa csipke, csupa báj, a lovarda, és itt volt, és ez neki csak vikendháza volt. Tehát nem is lakott itt. Igen, de ennek az épületnek a vízellátása, itt van egy trézsi forrás, itt nem látszik, ez 70 méterrel magasabb, mint a kastély. Tehát a víz magától lejött akár a toronyba, de olyan bőséges volt, hogy itt már villany volt 1900-ban, a faluban 1954-ben jött a villany, neki már volt. De hát a fölösleges víz az ugye minden volt, a szökőkutak, és ő ezt gyönyörűen megcsinálta. Aztán Orosi Bárót ugye a háború után az oroszok elzavarták, hát Báró, hát mit keresik, elzavarták, a kastély pedig az árvosoknak az üdülője lett, és addig, amíg a faluba be nem hozták a rendes vizet, a csapvizet, addig innen kapta, ebből a forrásból kapta a vizet. Csak hogy 70-es évek elején megjött a faluba a csapvíz, és erre a vízre már nem volt szükség. Ez a forrás, ez itt teljesen el volt hanyagolva, itt talán jobban látszik ezen a képen, itt van a bejárat, ez egy barlang. Ez a Orosi Báró szándékosan építette egy barlangot, és ez egy műbarlang, és a barlangban három darab forrás van, tehát kút. Annak a vizét innen, itt bent ebbe a barlangba, és ennek a vizét, itt van mi a kút, az egyik kút, ennek a vizét vezettük ki ide. De ez körülbelül 6 évvel ezelőtt itt semmi nem volt, mert teljesen el volt hanyagolva. Bokrok, senki nem is tudta már, hogy itt van, tele volt hányva mindenféle szeméttel. Aztán faluval, haverokkal összefogtunk és csináljuk meg. Hát azért a Pilisben ott van egy forrás, mégsem. És a víz azért, van egy dilim, hogy a Pilisben lévő forrás az valamitől más. Tehát ha ott születik egy víz, akkor ott történelmi íze van. Hiszen a Pilisben ott van Attila, Árpád, Szent Istvántól kezdve a nemzeti történelem minden fajsúlyos története, annak a vízét szedi össze. Hát ez egy történelmi íz. Tehát méltatlan a falu ahhoz, hogy ezt hagyjuk csak úgy pocsékba menni. Hát aztán összeszedtük a szántóföldekről ezeket a köveket, mert ez a forrás itt, amikor még mi ezt megcsináltuk, a bőrét nem lehetett alá tenni, mert csak egy luk volt ott a földből. Aztán látjátok, ő a Pálos tartomány főnök, a Bátor Botond, ő szentelte föl a barlangot. És kiderült, hogy ennek a barlangnak is sumér indítéka volt. Erre csak akkor jöttem rá, amikor itt dolgoztunk, hogy ezt a köveket mi csináltuk meg, és hát büszke vagyok erre a építményre itt, mert így raktuk be a mészégető kemencét ilyen kövekkel, ezt mi megraktam, hogy be nem esik, mint a portozat, mert a mészégető kemencét is így kellett berakni, hogy a fölötte lévő 400 mázsát bírja ki, és nehogy beszakítsa, mert akkor csinálhatjuk előről az egészet. Na de itt most forrást csináltunk, és a Botond atya bent megszentelte. Na most dolgozunk itt, és akkor ugye a srácokkal ott mindenféle hülyeskedünk, de mi az, hogy trézsi forrás? Trézsi, három, tudjuk, három forrás van benne, melyik az? De trézsi mit jelent? Aztán jöttek mindenféle mendemondák, persze biztos a Mária Teréziának a beceneve, mert tényleg az volt. Aztán én nekem meg eszembe jött, hogy te, amikor még annak idején még fociztam, akkor voltunk Rómában, és a Rómában van egy Trevi kút. És Trevi, akkor az nekem nincsen a mai napig internetem, aztán másnap a srác hozta kinyomtatva, hogy a Trevi kút annyit jelent, hogy három római út találkozási pontja, ahova a hegyekből a forrás vizet lehozták. Az előbb mutattam a három római út, hol találkozott.
tökre erre van írva. De hogy ez most hogy született, nem tudom, de hogy pont stimmel véletlenül. Csak majd meglátjátok, hogy túl sok a véletlen, ami egyszer csak rendé fog változni, ha sok. Tehát itt van a szentelése, ja, és itt van a, ez is történet. Jó, remélem nem leszek, mert most már nem tudom ki a antifasiszta, bugylipista, már annyi minden az ember, csak ez történt, elmondom. Tehát dolgozunk ott, és bennem az volt, hogy a forrás vize az induljon valami imával, mert az fogja vinni magával. Ne a káromkodás, hanem mert akkor azt hiszi, az imát vigye. Mert innen elmegy a Dunába, a Dunából a Fekete-tengerbe, Fekete-tengerből az óceánba, és akkor viszi a mi szeretetünket. Mert az van bőven. Ott a Pilisben van boldogasszony, ott Pilis szántott valamiért szereti a boldogasszony. Ezért aztán öntön megtett nyakra főre két marékkal a szeretetet, úgy szaporodik. Tehát ez a mánia volt bennem, és mondom, oda jó lenne egy szobrot tenni, amelyik imádkozik. Ez volt a álmomban. Egyszer konyhában ott van a tévé, valamit matattam, és a kastély, ahol most fogyatékos gyerekek vannak, most ugye nincsenek, tehát most már évek óta semmi nincs ott, már kezdek gyanítani, hogy a fő, mert a fővárosi tulajdonban van. 7 évig pereskedtem, hogy amilyenk legyen, de Demszki erősebb volt. És most az övéké, és a Hegyhát utca a központ. Ott van ennek az iskolának a központja, ott vannak az igazgatók, ott ül el ennek a kastélynak a sorsa. Nézem a izét, valamit krumplit pucoltam, és közben a tévé Hegyhát utcában most névadó ünnepsége. Hegyhát utca, oda néztem, mert az ismerős volt. Hát az első sorban csupa sárdeszes, hosszú pajászos ember volt. Egy kicsit megrémültem, jönnek ide. És én meg akarom a szűzanyját, hogy imádja Istenem, akkor sietni kell. Rögtön mentem Tatárra, a Petrás Marikához, hogy szobrot kéne. Sehogy, mert ugye nálunk nincs pénz, tehát 320 ezer meg ilyen pénzek mentek el, hát honnan szedjek elő. Erre mentem Vörösvárra, Manuel Pistihez, valamiért beszélgettünk ott, mondom, hogy hogy vagyok most én ezzel a gonddal. A Pisti oda megy egy ajtóhoz, kinyitja, jó lesz, vidd el, hogy volt, imádkozó szűzanya. Köszönöm, Uram, ez megint egy ilyen. Beszéltem nektek a római, ez egy római palota, amelyiknek a padló fűtése volt már akkor. Tehát itt van a Pilis, de a rómaiból annyi van, hogy unalmas. Tehát tényleg annyi, tele vagyunk, mert rúdosod a római leleteket, annyi van. Ez is egy ilyen. Itt van például ez a római kő, rá van írva, rá van vésve a története, ez a történet mellette van ezen a. Tehát ez van ráírva, ami nem látszik, az így van, de ez látszik, és ebből magyarra fordítva itt van. Ezt a mérföldkövet kétszer állították a falu Prika mennyi dűlőjében. Aztán van egy földünk, a földünk egy Prika mennyi nevű dűlőben van éppen. Egy jó nagy földet, az egészen napig kapálja az ember a kukoricát, és az a neve a dűlőnek, hogy Prika mennyi. Ez magyarul annyit jelent, hogy a kőnél. Miért hívják ezt a kőnél? Hát itt még darab kő sincsen, és mégis a kőnél, a kőnél. Tehát ez olyan izgalmas volt, hogy itt valami különleges. Nem a köveknél, hanem a kőnél. Miért a kő? Nem, nincs itt egy darab kő sem. Na, addig nyomozgattunk, mire kiderült, hogy ez a kő ott áll. Ez a kő ott állt 1800 esztendőn át, és ott ment előtte a római út, és figyelte a történelmet. Mit tudna ez mesélni? Csuda jó dolgokat. Ugyanis... Ja, hogy kerül ide a Rinpoche? Ő a... Jó, hát akkor egy kis kitérővel ezt is elmondom, mert pont úgy fényképeztük le.
Pilis védelme, talán ebbe a kategóriába tartozik. A dalai láma után a következő ember nagyon tisztelem. És először kiküldte valamelyik, nem tudom, titkára, vagy kicsoda, hogy na menjél ki, szabolj ki, hogy ez a szántói polgármester mégis milyen figura, milyen bolond lupol, milyen szélfúj. Hát kijött is, és aztán hát még nem tudtam, hogy mi van, egyszer csak jött ő maga is. Abban a kőbányában, amit előtt mutattam, abban bementünk, ő oda ment a falhoz, mert hatalmas nagy szikla, 100 vagy 200 méter magas sziklafal, és akkor ott elmerengett, és azt mondja, hogy itt van az arany. Tehát angolul beszélt, tehát volt egy egész slep körülötte, nem valódi aranyra gondolt, hanem valamilyen erőre. Na aztán persze bementünk Kösigházára, megvendégeltem, és akkor végül is előjött a farmával. Polgármester úr, azt szeretnénk, ha oda a sziklaszínház közepébe egy jó nagy buthasztupát építenünk. Mit szólna hozzá? Mondom, nézem fel oda Pilisre, tölgyfa erdő. Mi lenne, ha lecserélnénk a tölgyfákat pálmafákra? Szép fa, pálmafa is, de úgy, hogy nem stimmel oda. Vagy pedig ott vannak a hollók, tényleg ott van két hollópár. Cseréljük le gólyára, ott fönt a hegyen gólyák lennének. A gólya is nagyszerű madár. De ugye, hogy nem stimmel? Hát ne haragudjon, de a Pilis az keresztény hely. És bár nagyon tisztelem a kultúrát, mert aki már elnyerte ezt a szót, hogy kultúra, ami több száz éven át csiszolódott, szeretem a kultúrát ott, ahol született. Itt a Pilisben a kereszténység, az őshonos. Erre meghívott, tehát hogy milyen a hozzáállása. Tehát meghívott, mert tartott testen egy előadást, ilyen fölfújható sátorban 4000 ember volt benne, első sorba ültetett, és megdicsért, hogy így védi hazáját. Na. Ez a taps neki szól, mert ők ilyenek. Tehát nem szemet szemér, fogad fogér, hanem így állt hozzá. Ja, most ez mi a kő? Mert elmentünk ehhez a kőhöz is. Ezt a követ pedig Pilis-Szentkeresztiek, mutattam 3 kilométer, Pilis-Szentkeresztiek még nem volt gáz, nálunk már igen. És hát nem tudom, gyorsan visszalobagolok. Igen. Tehát itt van Pilis-Szentkereszt, nekünk már itt van a gázfogadóállomás, és Póli, hadd vigyünk tőletek, mert Pestről marha veszem, nálatok csak 3 kilométer sokkal olcsóban van. Persze, rendben van, de ne fogjátok szét, hanem itt menjetek hátul, és itt menjetek szépen haza. A kastélyt is érintsétek, hogy legyen neki gáz, menjen úgy haza. Hát az árukásokért dolgozik, és itt ezen a részen, itt, ahol sehol kultúrnyom, semmi nincsen. Ott az árokások gép kidobta ezt a követ. Hát oda vittem a községháza udvarára, mert ott van, mert amit találtam, mindjárt oda vittem, mert büszkélkedtem, hogy nézzétek szántóiak, milyen klassz kis körünk van. Járt arra mindenki nyakra főre, megcsodálta, művészetőt, Pap Gábor is jött. Művészettörténészek, és az egyik művészettörténész, Makoldi Miklós, dolgozatot írt róla, mert megfogta a kő, és megállapította, hogy a kő 6 és 7 ezer év közötti. Akkor még hihetetlennek tűnt 6 és 7 ezer történelemben mi volt, még a sumérok se voltak. Akkor ez már régebben megvolt. És ugye itt van az anya, egy anya gyermekét szoptatja, és hangsúlyozva van a nőiesség, az anyaság, a szemérem, a combjaiban, és csak térdig van a lába. Miért van térdig? Kérdések jöttek. Ez a fej szintén egy sumér profilból ábrázolt fej, és miért nem tették egymás mellé? Elfért volna. Miért tette? Róla álmodik? Vagy miért? Hát ezek rejtélyek tovább is. De 6 és 7 ezer év közötti, eléggé le van kopva már, és a neve termékenység istennő, a Makoldi. Meg kiderült, hogy sumér istennő.
De akkor még ezt nem tudtam, csak a Makoldi írta le. És termékenység is tömbő, és tavaly jó, lehet, hogy sok lesz, nem, hogy le kéne sűrítenem. Tavaly volt, mindig jönnek csoportok, sose tudom, két telefon, Poli, tudsz fogadni? Én persze gyertek, jött, el volt a templom, és ott valaki azt mondta, hogy szeretne nekem adni egy sumét. Elfogadom, ahogy, mert persze Párizsban élek, jó, majd elképzeljétek el, hat mázsa könyvet küldött nekem, és hat mázsa következő alkalommal még egy mázsát, tehát összesen 7 mázsa könyvet küldött egy mikrobusszal, és ezek sumér könyvek. Magyarul is van írva, tehát többsége sumér ékírás. Mit odaadtam a Marton Veronikának, meg a Miskolci Szabad Egyetem sumér tanszékének, onnan jó van, nálam úgyse tudok mit kezdeni, és akkor az egyik könyvben sumér istennők vannak ábrázolva. Tehát ilyen, mert látjátok, ez egy olyan Móriczka rajz, tehát nem egy Michelangelo Image mestermű, hanem ilyen kis... És akkor a sumér istennőknek szintén a nőiesség, tehát és tértől lefele nincs lába. Isten anya, tessék, és Tisza kultúra, tessék. Ilyen szobrok vannak a sumérokán. Tehát érzi az ember, hogy itt valami rokonság van. Na aztán jött a legnagyobb meglepetés. Egyszer összeírtam a falu dűlőneveit, láttátok az előbb a Prika mennyi dűlőnév is hova vezetett, ráadásul a páros kutatásban is segített nekem a dűlőnév, 3 dűlőnév is engem igazolt, hogy nekem van igazam, mert volt az a kő, amit középkori oklevelekben írtam, a nagykőtől jobbra, a nagykőtől balra, a Szántóról Budára vezető út mentén állt, és senki nem tudja, hol van az a kő. Hát én meg pont véletlenül tudom, mert ez az a kő, amelyik ott állt a Prika mennyi dűlőn. Tehát ő volt az etalon. Hozzáigazgatták a távol. Ő 12 mérföldre volt a Klinkontól. Na most a dűlőneveket meg össze kellett valamiért írni, és leírtam a Szántói, volt egy újságunk, például Szántói Krónika, és ott leírtam a dűlőnevek fontosságát. Mindegyik mester dolog egy történelmem, arcan, mindegyik meg, és 72-szer beszorzod, már megvan a falu történelme. A végén odaírtam, hogy van egy dűlőnév, ez a Ziri Bár, és ezt nem tudom, hogy mit jelent. Annyit tudok, hogy a vörösvári svábok jártak oda dolgozni, kapálni. Most már nem, már senki nem kapál, otthon se, ott van a parralban hagyva, mert most már nem foglalkoznak vele. És azt gondoltuk, hogy a vörösvári svábok adták a nevet. És akkor találkoztam a Máncsi nénivel, hogy Máncsi néni hova megy. Hát mondja, hogy egy ilyen sváb, hogy mehetjek a Céli Párba kápálni. No, jó van, mondom, elkapom, legalább megtudom, hogy mi az a Céli. És mi az a Céli Pár Máncsi néni? A Máncsi néni rám néz, hogy hát te nem tudod. Mert kiderült, hogy ők a vörösvári svábok meg azt hitték, hogy a Szántói tótok adták ezt a nevet. Így aztán senki nem foglalkozott vele, hál' Istennek, mert megmaradt a rejtély nekünk. Aztán ez az újság eljutott Mosor-Magyaróvárra, ahonnan kaptam egy levelet. Kedves polgármester úr, kezembe kerültem maga újságba, és látom, gondban van ezzel az Ziri Bárral. Hát én azt sem tudom, hol van Piliszántó, de ősi nyelvekkel foglalkozom. Meg ékírással foglalkozom, ez a szakterületem, és ha én leírom ezt a szót, hogy Ziri Bár, akkor ennek több jelentése van. Itt van mi. Ezt már később a Marton Veronika, mert ő is megtudta ezt, és ma szerintem Magyarországon ő a legnagyobb sumér, mert neki adtam ezeket a sumérköket. Láttatok, nézzetek, itt van mi, szent hely. Hát ez nekem tiszta ákom, bákom. Marton Veronika meg így olvassa. Betudjuk. Hát ezt tudja olvasni. Itt van így. Ziri Bár. Vagyis a felkelőfény maga nap várta, olyan szent hely lehet, mint Csíksomlyó, csak elfelejtődött.
Tehát az ember rááll egy csíksomjói, és akkor máshonnan kap egy támogató dolgot. Jelenleg szállt a eredet sejtésen, de az ékirály még nem találta, mert úgy tűnik szent helyet jelent. Ezért írják ilyen Santo mellett Prope Santo. Zantó, látjátok, itt már így írják. Ezt 2004-ben tudtuk meg. No, de amikor megtudtam ott Zilibár, hogy ez egy sumér szó, hát akkor az ember ott volt a levegőben, hát lebegett. Hogy kerül ide? Hát ez egy Tóth falu, sumér, hát 6000 év. Nimrod mikor már? Krisztus előtt 3000 évvel, 5000 éves. Itt van levezetve. Itt van a Zilibár, tehát több szava van, több jelentése van, attól függ, hogy melyiket teszed hozzá. De mindegyiknek megvan a hasonlósága, tehát rá lehet jönni, hogy stimmelnek a dolgok. Ráadásul, ja, ez van benned, és az én napvárta helye, oda nézek a Zilibárra, mert az egy ilyen hegyszoros. Hogy ott kell fel a nap, hát nem, a nap ott kell fel. A fene, akkor nem jó. Akkor mi? És akkor egyszer a Badinyi Feri bácsi, mert a Badinyi Feri, szóval Szörényi ott, aki nálunk elhozta a Badinyit, akkor még a kő, amiről majd beszélek később, ott volt nálam az irodában, és a Badinyi Feri bácsi jött ide bemutatkozni, itt is mentem meg, hogy Argentinából jöttem haza, 43 évig sumerológiával foglalkoztam az egyetemen, de most már 90 éves vagyok, hazajöttem meghalni. Jó. Feri bácsi elment, közben egy pár hónap múlva jött az Zilibárra, karmolta az agyamat, és akkor Feri bácsi, megint uram, Feri bácsi valamiért fölhívott, megbeszéltük, ami, és akkor benned meg ott volt az Zilibár. Feri bácsi, várjál csak, ha azt mondom neked, hogy Zilibár, akkor mi jut az eszedbe? És ugyanezt elmondja. Az anyja szemét. Na ettől kezdve már így izgultál. Most, mert ez most már azért ott két okos ember mondja. Mi az, hogy újjászületés? Mi a Krisztus születése, hogy mi? Na ez itt a hegyszoros, ez a Zilibár dűlő, és ezt a hegyet Zilibárnak hívják. Hát én nem néztem, hát én a tenyeremből most megnéztem a térképet, sőt a legrégebbi térképeken is rá van írva, tehát nem mi találtuk ki, hanem ott van, amióta a hegyet ismerik. Tehát ez a hegy most is Zilibár. Senki nem foglalkozott vele, hál' Istennek, mert elvitték volna a hegyet is, ha megtudják. Tehát mi az, hogy újjászületés? Tehát ez volt a bitang izgalmas. Aztán jött már advent, karácsony, azt tudtam, hogy Jézus születésnapját ugye nem ismerjük, azt csak úgy oda tették a téli napfordulóra. Hogy pontosan mikor született, nem tudjuk. Talán ez az újjászületés, talán a napforduló a december 21, na most így izgulsz, jön a 17, jó, hogy tényleg közeledik a nap. Úristen, az Zilibár az anya ölben születik a fény. Hát gyerekek, ez hihetetlenül szép. És ott lesz, ma december 21-én, az Zilibár fölött kell fel a nap. Ez a pár, ez a fiú itt kérte meg a kezét néhány évvel ezelőtt. Ezt a pillanatot fogtam meg, itt kértem meg a kezét, és rá egy évre itt is esküdtek meg. Egyébként a Rab Ferenc a tévé, Hír TV-ben mondója. Csak hogy, én hát a szikrágyik a szája, forró egy csók lehetem. Tehát itt most a kápolna, ugye a kápolnát azt ide, tehát nem mondtam semmit, ide, mert itt jó helyen van, de a betájolását azt már tudatosan Zilibárra tettük. Tehát a kápolna a bejárata a Zilibárra néz. Tehát december 21-én az anya ölben kell fel a nap. Tehát most december 21-én itt lesz. Több száz ember, nem kell semmit, nem szervezek semmit. Napot én szervezem. Tehát ott már több száz ember itt fogja várni a napot. Most ugye elterveztem, hogy a mamikoki kukucskál, akkor meghozom a harangot, a háromárás harangot. Aztán lesz egy ilyen kis játék, ilyen hangjáték itt az erdőben, itt hátul, hogy Vas Albertnek, Kormorának megszólal, ami idehez illik.
Tehát ezt találtam ki most az idénre. Tehát ez a valamelyik képben, ugye itt van a falu, itt van. És én valahol itt lakom, elindulok föl, hogy kivilágítom agregátorral, és tiszta köd a fenájának. Semmi nem látszik, de azért föl kell mennem. Fölmegyek, és fönn a hegyen, a faluban lent, mint a tenger, és fölötte jön ki a nap. Ez már hetedik éve így van, és eddig mindig látszott. Eddig mindig kijött, és mindig láttuk, és most vasárnapra esik, december 21. Ja, és december 21-én reggel 7:30-kor kukucskál ki, és az a nap, amelyik ott kukucskál, mit lát, hoppá? Pontosan a szobort, a boldogasszony szobrát ragyogja be. Napba öltözik a boldogasszony. Tessék. Talán még annyit hozzá, mert ugye karácsony jön. Szóval ennek nagyon szép üzenete van, egy egyszerűen meghatóan szép üzenete. Tehát Zilibár Sumérúd az új születést jelenti. A nap december 21-én érkezik oda, és ott 21-től 24-ig, három napig ott kell föl, tehát nem megy tovább, de három napig ugyanott van. December 24-én Jézus születésnapjákor indul vissza. Tehát megvárja, amíg megszületik a Jézus. És a nap így köszöni meg a boldogasszonynak, hogy ráragyog. Szóval ennek erkölcsi mondani valója van, és olyan szépen összejön. Tehát ennek nem csak tárgyi, hanem morális jelentése van. Ő boldog Özséb. Ugye már egy kicsit kezdtem mondogatni a boldog Özséb, itt van egy másik dűlő. Ugye van egy olyan dűlő név, hogy ribnyincsek. Ez halas tavacskát jelent. És ha netán véletlenül összekerülök olyan emberrel, akivel páros dolgokról tudok beszélni, tavaly volt Prisz Csabán egy páros történet előadása, hanem mondom, elmegyek. Hallgatom, de hát ő olyan volt, mint egy magnó, amit tanult, azt mondta, mert utána lehet kérdezni, föltettem egy kérdést. Hát erre nem tudok válaszolni, mondta tovább, maga már ne kérdezzem. Tehát nem tudok, mert ugye az a gondom, hogy itt van egy mészégető, és ott van egy doktor. Nem vagyok kompatibilis, nem tudom neki elmagyarázni, hogy kedves botondatya, tévedésben vagytok, Szántóra gyertek. Itt van a Szent Kereszt kolostor, mert a három első kolott, pálosok első három kolostorának a helyszíne kicsit vitatott. Szent Kereszt, Szent Ilona és Pilup-sziget. A Pilup-sziget már a nevében is megbotlasztja az ember agyát, mi az, hogy Pilup-sziget. Most aztán jó, sorban mondom, itt van a ribnyincsek, ez itt a ribnyincsek, ami halastavacska jelent, és azt mondják a pálosok, azért nem lehet nálatok a Szent Kereszt, mert minden pálos kolostornál volt halastó, és nálatok nincs. Aha, na erre mit szólsz? Tényleg nincs, viszont itt van ez a dűlő, látjátok-e, Pilisből, ahol olvadt hó, az eső itt folyik, és itt az árokon folyik le. És itt van egy régi halastónak a nyoma. Tehát ha nem figyelsz, akkor nem látod, mert az ember nem a szemével lát, azzal csak néz, az agyával lát. Tehát ha egyszer az agyával rájössz, hogy itt párosoknak a forrás, akkor már rögtön meglátod. Tehát itt van megint egy bizonyíték a dűlő nevekben, hogy nálunk van a párosok kolostora. Most barlangok, hármas barlangnál, mert ugye azt mondják, hogy a hármas barlangnál van a forrás vize, és onnan van a párosok kolostora. Valóban így írja Gyöngyösi Gergely, de hát Klastron pusztán tényleg van három barlang, nem messze. Hármas barlang, arra mondják, fiú, lány, pivak barlang. Erre mondják, hogy hármas barlang. Csak hogy ott öt barlang van. Akkor miért nem mondják, hogy ötös barlang? Tehát számos olyan bibi van, ami nem stimmel. Ez Szántói barlang, az unokámmal mentünk ez az unok király, itt van egy Szántói, nálunk is van három barlang, és nálunk három barlang van.
97-ben jött hozzánk a Vince atya. Sietek. Tehát Vince atya bejött, azt mondja, páros szerzetes vagyok, én leszek most a pap. Jó van, akkor én meg Szőgyi Orzsevi, meg a polgármester vagyok, a két P nem baj, ha összedolgozik. Mondom neki, Vince atya, abban a régi temetőben gyanús van, mert amikor kisrác voltam, mondták az öregek, hogy mert most már nem temetkeznek ott. Mondták az öregek, hogy a bizonyos írások csákánya időnként olyan helyet csapódott be, ami nem stimmelt oda, falak. Hát akkor nézzük meg. Van 500 ezer forint, nézzük. Miközben ebbe a 96-ban írt történelem könyvbe a történész azt vette summaként, hogy hát Pilisszától a múlva történelembe semmi, nulla. Ez van az agyadban. Erre elkezdünk ásni, és látjátok, ilyen nagy romok jönnek elő a nullába. Hát ez meg mi? Itt például itt volt a zsanér, ahol a küszöb. És arra ráálltam, mert itt kétszer bizsergett a hátam. Először, amikor ide ráálltam, és ugye tudom azt a történelemből, hogy a negyedik Béla idejében történt, és a negyedik Béla járt a párosokhoz. Ezen a negyedik Béla állt ezen a küszöbön. És Gyöngyösi Gergely, aki a páros rend legnagyobb tudója, hiszen ő maga is rendfőnök volt, még a török idejövetele előtt, tehát 1520-ban, és Gyöngyösi Gergely még láthatta azokat a könyveket, amiket mi már nem, mert a török elpusztította. És ő írta le, hogy az első kolostornál temették el az első három rendfőnököt. Özséb István Benedek. Hát mi nem találtunk ugyan csontokat, de három sírbort van itt. Tehát ez is engem igazol, hogy valahol talán nekünk van igazunk. Na, ahol a három sírbort odaállítottuk föl ezt a keresztet, ez a páros kereszt, itt van a nap és a hold, és itt van a páros címmel. Tehát itt van alatta a három sírbort, ami feltérésünk szerint az első három rendfőnök sírbortja volt. Persze a törökök jöttek, és ők kirámoltak mindent, tehát ők elpusztították mindent. Ez a párosok címere. Ugye itt van a holló, a pálmafa, és a két végén, két oldalán az oroszlán. A monda szerint ugye Tébai Remete Szentpál, aki a párosok szellemi vezére, szellemi ősatja, aki Krisztus után 341-ben halt meg, ott Tébában, 115 éves korában, és a holló hordta neki minden nap a fél cipót, és amikor meghalt, két oroszlán ásta ki a sírját. Tehát ez a monda, és ezért ez van a címerben. Erre találunk egy ilyen könyvet, amiben holló, ugyanez nem pálma, és itt két indián van, és tau. Angolul van írva, és az a tauhoz hozzáírom a szan, akkor már szan tau, szent kereszt. Tehát itt megint van valami izgalmas, ami megint csilingel, de ez maja. Tehát egy maja kultúra találkozott a milyenkével. Vagy ez egy olyan érték, ami az egész világot bejár. No, ezeken a romokon ugye elfogyott a pénz, visszatemettük, hogy ne hordják szét, így meg van mentve, tuti, hogy megvan, le van írva a jegyzőkönyv minden napról, tehát régész csinálta, történelmileg megtámadhatatlan, tehát tényleg ott van, csak hogy az mi Szentkereszt-Kolostor, mert a régészek, mert ugye ott voltunk a Vince atyával, és a Vince atya együtt ástak ki Klastron pusztát az esztergomi régészekkel. És ők állapították, hogy a párosok első kolostor, a Szentkereszt kolostor Klastron pusztán van, mert Szántó mellett van. Erre mi Vince atyában megindult egy kis kétel, összehívtuk ott a okosokat, és ott vitatkoztak, ugye én a mérszégető, meg hol ide-oda figyelek, hogy mi van, ki mit mond, mert szívom a tudást. Ah, ez csak egy templom, mondja az egyik, mert elmentem én, mondom, le vagytok ti fütyülve, megyek én nyomozni.
és elmentem az én szűz meszes agyammal a Széchenyi könyvtárban, a levéltárban, és bizony olyanokat találtam, ami engem igazol, és meg vagyok győződve, hogy nekem van igazam. Például ott ezeken a romokon a gép, aki mondtuk, hogy simíts már el ezeket a izéket, romokat, mert ugye régészeti ásatás, buckák, és akkor a gép beleakadt ebbe a kőbe. Még itt látszik is a gépnek a foga, mert arca lefelé volt. Hát, őt szedte ki, Pap Gábor. Tehát a kő sorsa az úgy rendeződött, hogy a követ először levittem a községháza udvarára, úgy, mint a másik követ, a termékenység istennő. A termékenység istennő most már az idén máshogy keresi. Porgi, a baba követ szeretnénk megnézni. Kiderül, hogy a lányok simogatják, és két évek már három vagy négy asszony jelentkezett, hogy hát ő úgy simogatta, hogy most már pedig nem tudta gyermeket összehozni a férjével évek óta. És jöttek, és megsimogatták, és most már jelentkezett, hogy igen, itt van a kis pokó, itt van a poci. Úgyhogy most már babakőként kezdeni. Tehát a kő elkerült oda a községháza udvarára, aztán még olyan nagyon féltettem, meg nagyon vigyáztam rá, mert túl fontosnak éreztem, bár semmit nem tudunk róla, csak azt, hogy a Pálos kolostor romja fölött találtuk, és mi van rajta egy kereszt. Úgy hívták az első kolostort, Szent Kereszt kolostor. Hát lehet, hogy a névadó, nincs kizárva. Most a kolostor és a kőnek nem csak így van megmunkálva, látjátok, ennek valami oka van, tehát funkciója van neki, meg itt van ez az ábra, tehát ezek mind valamiért erőt sugároz, mert emlékszem, az első pillanattól nem tudtam levenni róla a szemem. Honnan jössz? Ki küldött? Mit üzensz? Mit akarsz mondani? Ezt a mai napig nem tudjuk, egy dolgot tudunk róla, hogy a kő anyaga az a mi helyünkből van, mert egyszer jött a mindegy egy professzor Veszprémből, és ő megállapította, adtam neki egy darabkát a kőből, meg a hegyből, hogy ez a kő szántói. Tehát ez így fontos, mert nem a kő, nem csak a kő, aki belevéste magát, az is szántói volt, tehát nem hozták sehonnan ide. Aztán a Pap Gábor is két órás előadást tartott róla, és azt is mondja, hogy a pálos avatás annak idején úgy volt, hogy kőkoporsóba befeküdni, fiam, felejtsd el az eddigi életetet, új életet kezdesz, három napig lezárták, és egy kővel zárták le. Most a kő nem csak így van megformázva, hanem így is. Tehát arccal lefelé így beszorul valahova. Tehát ha ez igaz, hogy egy avató kő, akkor ő lehetett az. Most ha ő az az avató, hát nekem borsozik a hátam tőle. Aztán a követ, mivel annyira féltettem, mert már tévésbe mutatta, akkor már egy átjáróház volt, mondom, ezt bevittem az irodában, mert féltem, hogy elviszik, mert a jegyző mondja, hogy ezt be kell szolgáltatnod, mert ez a magyar nemzet tulajdona. Ezt be kell vinni a Nemzeti Múzeumba. Ezért bevittem, ez az én irodám volt, de látjátok, csupa kép volt, mert amikor polgármester lettem, akkor mi ott volt előtte, mint maszekbe voltam, mindig toljon, a Rákos Jártás, meg ezek előtt voltak a falon. A rendszerváltás le, és csupa szántói arcok, minden négyzetcentiméter szántói emberekkel raktam ki. És a kő is ott volt, és ugye jártak hozzá, itt van a Bel Miklós püspök, ő is jött ide a kőhöz. És ott volt két és fél évig a kő, ja, talán annyi, hogy szántóan van egy mellékoltár, és kiderült, hogy ez az oltár a sasvári, vagyis a mostani Szlovákia sastén, az egy páros szerzetet, páros kolostor, templom, székesegyház, és ezt a szobrot onnan hozták el 300 kilométerrel a mi őseink. Miért pont a párosokat? Hát három nem találtak közelebb. Tehát valami oka volt, tehát ezt mondjuk gyökerekhez jöttek vissza, a páros gyökerekhez jöttek vissza. Ebből én ezt veszem ki. 1860-ban lovaskocsival hozták ide.
Ez az ábra egyébként Veres Győző, nem tudom, hogy ő egy magyar régész, aki Egyiptomban régészkedik, ami nagyon szó, nagy szó és tiszteletre méltó dolog, de minden magyar, hát elment megnézni a tébai remete Szent Pál barlangját, hogy mégis hát közön van hozzá. Bement és meglepetésre a barlanggal szemben ez az ábra volt. Itt van a pantokrátor, tehát a pont a Szent Koronának a pantokrátor egy az egyben, és ugyan lehet mondani, hogy a pantokrátort már talán ismerték Szent István előtt 700 évvel, mert ugye tébai remete Szent Pál akkor élt, tehát nálam a Szent Korona a Szent Istvánnal jön a képbe. Akkor hogy van, hogy a pantokrátor már 700 évvel ezelőtt volt? Jó, de hát a pantokrátor már volt Konstantinápolyban. Igen, de nem volt neki egy jelzője, egy pecsétje, egy aláírás, hogy hiteles. Az pedig ez. Itt van a hold, és itt van a nap. Tehát ez azonosítja, hogy ez valahol a mi mérvonalunk, mert képzeljétek el, a sumér táblákon mi van ott? Ott van a nap és a hold. Itt is. Ott is ott van a nap és a hold. A sumér táblákon. Itt is. Ez egy sumér pénz. Ez pedig egy erdélyi címer. Tehát érzitek? Tehát jön egy vérvonal, sumér, székely, és itt találunk ide. Mi van itt? Tehát az ember nem tudja bizonyítani, de hát itt vannak ilyen jelek. Minden székely kapuban ott van a nap és a hold. Hát a székely címereknek a 90%-ában ott van. Ja, na most elmentem például a Széchenyi könyvtárba, és ott a kislány, akivel összehaverkodtam, az mutatott nekem egy térképet. Mutatott magának egy térképet, én mondtam, hogy Magyarország első térképe. Még nem volt szabad mutatni, most már lehet kapni könyvesboltokban. Tehát született 1528-ban. Azért fontos, mert Mohácsi rész 1526. Ugye Magyarország elesett, az országot jól kiirtották, Pilisszántót is, egy ember nem élt 150 évig ott. És nézem a térképet, ugye Pilisszántó a nulla, és akkor egyszer csak megtaláltam ezt a térképen a Pilist. Ugye a nyugat, a barózóék be voltak tojva, hogy ja Istenem, most Magyarország elesett, nincs egy katona se, aki véd, valahogy védekeznünk kell. Lázár Deák gyorsan csinálj egy térképet, egy harcászati hadásza olyan térképet, amiből látjuk és tudunk védekezni. Azt is szolgáltottan rajzolt be, hogy hol van most a török, hogy ki tudjuk találni a zsivány, mibe spekulál, mit akar elpusztítani. Tehát szaggatott vonal volt érdekes, meg hogy a stratégiai legfontosabb. Most képzel, ekkora a térkép, de Adriai tenger, Lengyelország és Transzilvánia. Szóval szerencsétlenek igazán nem nagyon fér be, csak nagyon fontos dolog. És akkor nagyon nehezen megtaláltam a Dunakanyart, ugye itt a Dunakanyar, és itt van Esztergom, Visegrád, és leállt a lélegzetem, Szantó. Miközben történelem szerint nulla. Ebben a rangsorban, Esztergom és senki más. Mindenki ott volt, minden falu, de csak ez van ott. És itt van egy kis kápolnácska, Szantó. Innen kell nézni föntről. És van itt még egy pöcök, Paulus. Miért nem írták oda Kesztörcöt, ha ott van? Miért pont a nullát? Mitől került egy ilyen fontos térképre Szantó, amikor nulla? Hát egy nullát nem tesznek egy ilyen fontos helyre. Tehát ennek oka van. És akkor a másik érdekes, hogy a szaggatott vonal itt van, meg itt, látják, Duna két oldalán, tehát Mohács itt van, és a szaggatott vonal jött föl, és bekerítette a Pilist. Már még átment egy kicsit oda is. Esztergom átjött, és itt jött vissza. Miközben a történelemből tudjuk, hogy a Budát 1540-ben foglalta el. Hogyan van ez? Hát a Pilist, ahhoz, hogy a Mohácsról Pilisbe érjen, Budán át kellett menni. Miközben azt 1540-ben foglalja el. A
akkor mi hogy került oda? Úgy került oda, hogy azt mondta, hogy rájössz, Buda. Jövök, egy kicsit torbézolok itt, de először a pilis. A pilis a legfontosabb, azt kell először megfújtani. És miért? Ezért. A párosok miatt. Sok-sok csőtörés közben, pilisszáton volt egy, amelyik a Szabó Janika, Polgi, gyere, marra meg a csőtörés, miért tényleg ömlött a víz. Gyerekek, gyertek, mert sok vizetek elfolyik, jött az árokások, itt dolgozik, takarja a földet, és nincsen csőtörés. Honnan jön a víz? A szakemberek ugye elkezdtek spekulálni, hát nem tudjuk. Nézd meg, mennyi a hivatalban, mert ugye vannak közvetlen térképek, nézem a térképen, a gerinc vezeték itt van, az meg ott jön föl. Hogy kerül oda? Tök sötétség. Na, ezeknek volt ilyen fűzé, ultrahang, mentek, és megtalálták a falu egy csőtörést a falu felső részében, miközben a víz lent jött ki a falu alsó részén. Tehát a dolog lényege, csőtörés ott, és 500 méterre lejjebb jön föl a víz. Ez sokáig volt, nagy kérdés volt, amíg elmúlt egy kis idő, néhány hónap, amikor a Balla Ilka, emlékszem rá, hogy itt van az arcom előtt, a Balla Ilka ilyen templomba takarít, szemben a templomban van a községháza, rohan át, polgi, nem tudtam kivenni, mit hárni a kereszteket, és nem tudtam, hogy mi baj van Ilka, meghalt valaki, vagy mitől, de rá nem mondja, nem tudom, valami nagy bűnt követem önni, mi van, megnyílt alattam a templom. Így beszakadt a templom közepe. Hát ez meg mi? Megfogtam, és nyírkos volt. Tehát kombócot tudtam csinálni. Hát elkezdtük szedni, látjátok, így nézett ki. Ezt hónapokig tartott. Szedtük ki több körmétert, és végül kiderült, hogy ez egy föld alatti folyosó. Persze ugye ott a templomban az emberek ott voltak a misénre, ez hetekig, én talán egy-két hónapig esetre tartott, és ott az embereknél jöttek elő az emlékek, hogy bizonyos földmunkáknál már voltak itt jelek, mert ott beesett egy taliga, ott egy lapát, csak feltöltötték és nem törődtek vele. Csak mivel látták, hogy a Polgi ezt komolyan veszi, és bizony elő kellett vennem megint a harciasságomat, mert el akarták törni. Az állami szinten azt mondták, betont neki. Ha ezt megteszitek, vér fog folyni. Mert ezt így mondtam. Tehát itt meg mást is mondtam, mert megint kiborultam. Két hét múlva megkaptam az építési engedélyt, úgyhogy megcsináltuk ezt szépen. De a dolog lényege, hogy föld alatti folyosók vannak a faluban, amikről senki nem tud semmit. Az egész falu behálózza. Most már négy különböző helyen már találtunk is. Annyit tudunk róluk, hogy a folyosó, hogy a folyosó az a földben, amikor kiszedtük a földet, akkor abban voltak régészeti leletek, amiből a régész meg ott kellett ülnie. Ezért a régész megállapította ezt a folyosót, a középkorban pusztították el. Akkor mikor építették? Kik építették? Minek építették? Nem tudjuk. Középkorban pusztították el. Na, kiszedtük mi, csak hogy igen, tehát a folyosó egyik része kanyarodik erre, a másik része neki megy egy falnak, itt ennek a falnak, itt van egy fal, és itt meg kanyarodik be. Az unokámat, ez ő az unokám, meg akartam fertőzni, hogy egy kicsit kövessen valaki. Tehát ezt a folyosó miért zárták le? A másik folyosó rész meg látjátok, be van szakítva, itt vannak a kövek, ennek a boltnak be van szakítva, tehát szándékosan direkt elpusztították. Akkor jön a gondolat, hogy ezt a baromi nagy gázt be van hálózva az egyen, miért kellett megcsinálni? És aztán mi volt az a fontos dolog, ami miatt én vagyok ezt a nagy munkát el fogom direkt szándékosan pusztítani. Tehát vannak itt titkok. Aztán a falon túl, ezen a falon túl, vajon mi van ott?
piszkálta az ember csőrét, és azon túl, mert ez a fal a templomnak a falával egy szinten van, gondoltam én, de aztán később kiderül, hogy nem ott van, csak ezt akkor úgy gondolom, biztos, hogy a templom súlyát tartsa. Akkor elkezdtünk a másik oldalon, a templomon kívül ásni, és itt kitalált, bement, megtaláltuk, nézzétek, itt van egy talál, ez 3 méter 60 centi. Tehát ennyire mélyen van annak a folyamatnak a tetejét, kivéstünk egy darabot, hogy beférjek, és ott bizony már be tudok menni a... Itt van. Tehát ez az a folyosó, hogy itt tudok menni, de ez is csak a szomszéd háza alá megy 12 métert, és ott megint be van szakítva, nem tud tovább menni, mert eltűnik a ház. Tehát látjátok, itt be van ez a... Így néz ki egy folyosó. Mire? Azt mondja a tudomány, hogy egy boros pince. Csak találni, a tudomány ezt mondja, a hihetetlen, hogy milyen elfedhő. Aztán azt hittem, hogy az a fal a templom alatt van, és azt is láttuk, hogy itt a templom alapja idáig ment. Tehát a folyosó jóval lejjebb van, mint a templom alapja. Ebből arra gondoltam, hogy a templom építője nem is tudta, hogy ott folyosó van, hiszen fölötte építkezett. Aztán ezt meg kell cáfolni, mert itt van ez a térkép, ez a fő út, látjátok? Végig sorosan ott van tömören, ott vannak a házak mindenütt, egyedül a templom területe üres. Ezt a térképet a templom építés előttről csinálták. Tehát tudatosan odaépítették a templomot. Mari néni Pistába oda lehet építeni, de ide nem, mert ide a templom jön. Tehát aztán nem messze tőlünk, ez egy gabonatároló. Azt mondja a Tökala Pisti, aki visszaelő, hogy beesett neki a kalapácsokról, kiszedtük, és egy 3 méter 60 centi, 1 méter 60 átmérő gabonat, középkori gabonatárolót találtunk. Aztán ez egy épület fölött van most a konyha, önkormányzati épület, és a Marci bácsiék laktak benne. Meghalt, nagyon le volt lakva, hát mondom, valamit kell vele csinálni, bemegyek ugye az udvarról, és hát helyre kell rakni, és akkor kiderült, hogy hogy itt egy szakadt linoleumokat fölemelt, és egy csapóajtó, hát ez hova megy? Hát itt volt a csapóajtó, nem látszik a képen, de itt egy létre lejött ide, és akkor látod ezeket, ez itt le volt falazva. Kint annak idején a pince az egy zöldséges bolt volt, ez le volt falazva, és ezt nem tudta senki, erről nem tudott senki. Mert a Marci bácsi titka volt, mert ő itt dugdosta el a Rákosi elől a szalonnát, a krumplit, meg ezeket. Tehát neki ez volt a dugjelje, persze, hogy marha nagy titok volt. Aztán hívtam a régészt, hogy hát nézd meg, ez fura dolog, és akkor elkezdtünk kapirgálni, és egy helyen így kialakult egy kör. Szedtük ki, mert kút lesz ez. És tényleg egy kút volt, csak ez a kút nem úgy tűnt el, hogy hát öntsünk bele egy fúval a vizet, homokot, hanem évszázadok során belepotyogott a szemét, és feltöltődött úgymond szeméttel, amitől a régész ott csáncsogott a gyönyörtől, mert ahogy mentünk le korba, vagy méterbe, úgy mentünk a korba. Most ez 12 méter mély kút, és 8 méteren víz van. Ott, ezen a részen, mert ugye itt van egy pince, és ennek a pincének itt van, és itt találtunk még egy folyosót, ott van egy folyosó. Ezt a folyosót találtuk ott. Ez most azért van lefalazva, most már elmondhatom, most már elévült a csibészségem, ugyanis pénzt kaptam az államtól, pince veszélyelhárítás címén. A pince veszélyelhárítás azt jelenti, hogy betont neki. Hát én meg megcsináltam az egészet, úgyhogy bemutatható. Lefalasztam, ahol már nem tudtunk tovább menni. Itt van egy cső, és a csőbe itt kint bele nyomtam egy fandli beton, és akkor jöttek elő, hogy hol a beton? Hát mondom, ott van a falon túl, ha akarjátok, nézzétek meg. A Vince atya, ez volt a plébánia, és mindig hívott cserép, hogy valami baj van, és itt a víz lejött, és itt tűnt el a víz. És mondom, hova tűnik itt el a víz? Hát sehol nem tud elfogni.
És akkor arra mondtam, hogy biztos itt is van egy folyosó, és mondom, meg is fogom csinálni, de akkor már nem voltam polgármester, mondom, én kiásom, mert ott szerintem folyosó van. Mit ad Isten, az önkormányzatnak építeni kellett oda egy uram, építeni kellett valamilyen aknát, és mondom, gyerekek, ott lesz valami, mivel műemlék, ezért kötelezően ott volt a régész. Egy mukkot nem írt le róla. Tehát ha én itt semmit, ha én nem fényképezek a temetőről és a páros a kolostoláról, van minden, ott voltam minden nap, fényképeztem videóban, de eltűntek. Semmit. Pedig én miért nem lenne büszke arra, hogy találtam egy új kolostor, egy régészet? Ez miért nem büszke rá? Ha nem videózok, vagy fényképezek, semmi bizonyítékom nincs. Itt van mi a folyosó. Tehát megint ráhibáztunk, ott meg ezt kipucoltam, és tényleg egy folyosó részlet van itt. Miközben a régész pedig be kéne írni a naplójába, hogy itt ez van. Nem írta be, mert akkor bonyodalom származik. Ez van, ez van. Jó, nem? Jó, igen, ez most már tudom. A klastron puszta, ugye az a most a hivatalos párosok első kolostora. Ott van a párosok forrása, itt született a páros. Valamelyik tavaly, igen, ő a Horváth István, az esztergomi régész, ő pedig egy műszaki vezető, aki párososoknál dolgozik, és Klastron pusztán a kolostortól nem messze, látjátok, az, valahol itt van a kolostor, nem messze az erdőben van egy lefalazott, itt van én megint, itt van ilyen helyre, viszem mindig az unokámat, hát ha ő is megőrül. És találtunk egy ilyen lefalazott részt. Le van falaj, látjál, évtizedek óta a föld leült rá, és kaptunk rá engedélyt, hogy bemenjünk. Elkezdtük kiásni, kipucolni. Na, itt most nem az jött, akkor... Ez az. Na, bementünk, és nézzétek meg, ugyanaz a folyosó, mint Szántóban. Mi a párhuzam? Páros kolostor ott, páros kolostor itt, 6 kilométer, össze vannak kötve. Nem lehetetlen, már hihetetlen, de ugyanaz akkor, és itt is be van szakítva, nem lehet tovább menni. Itt is be van omolva, látjátok. A másik dolog, hogy van egy helye a Pilisnek, ahol botorkárok meg, gombázok, unokámmal is mindig belerogsz egy ilyen kőbe, és nem tudod, hogy mi, mert olyan furcsa. Ilyen kövek vannak, ami több ilyen kör van, például ilyenek. Ezeket összegyűjtöttem, és megmutattam a két geológusnak. Az egyik geológus azt mondta, hát ez úgy születik, hogy a föld alatt forró vizes gejzérek vannak, és a repedéseken följön, és a felolvadt ásványi só kicsapódik. Hát ez elég furcsa kicsapódás, még hát ez nem olyan kör, melyik reped. A másik geológus meg azt mondta, hogy nem tudom megmondani. Az, aki a páros keresztelős körről azt mondta, hogy szántói. Tehát az egy korrekt volt, mert hiába doktor, bevallotta, hogy nem tudja, hogy születik. A természet ilyen egyedi dolgokat nem csinál. A másik meg azt mondja, hogy a gejzérek kijönnek, és hát mondom, mert itt van egy kör, ennek a körnek, mert látjátok, itt van ez a miért van pont itt, nem értem. A kör másik oldalán most megfordítom, a másik oldalán meg itt van egy levéllenyomat a kőbe. Direkt oda tettem egy levelet. Hát ha ez gejzér ment ki és forró víz ebből a levélből, lehet sem marad. Itt van, ez itt a lennácik, itt van az Iribár. Tehát ez egy izgalmas hely, ugye már tudjuk, hogy mit jelent az ide megvárt a hely, sumér szó. Itt föntről, légi felvételről alatta van ez a domb. Tehát itt van egy völgy, egy katlan, és benne van egy domb, ami szintén gyanús, és lehet, hogy ez egy kurgán. Ezen a részen itt és itt és itt ilyen nyílhegyeket találtunk. Kelt a nyílhegyek. Ez ott van nálam, otthon van nálam, ez a nyílhegy, de először a nyílhegyekről. Ezeket a nyílhegyekről úgy kaptam, hogy egy srác mondta, hogy nekem adja, mert tudja, hogy bolondérián, nekem adja, mert ezt elmentünk a helyszínre, hogy itt találtuk. Jó. Odaadta nekem egy dobozba, és a mafla a doboz alján ott felejtették a
papírkára még az volt írva, hogy kelt a sisak 180 ezer forint, kelt a kard 120 ezer. Tehát nekem csak a selejtet, vagyis ezt adta oda úgymond selejtet. Tavaly ez a srác, aki szintén ott lakik, talált egy kardot. Ezt ő megcsinálta, kifényesítette, egy kelt a kard. Csak itt ajándékozta oda a szövényének. Na, ilyen nyilvánek voltak ott. 120 darab. Na és talán a legszebb, ami a legszebb nekem erkölcsileg, az az, hogy ugye 90-ben polgármester lettem, és akkor még annyit még befejezem. Tehát polgármester lettem, és mindenkinek, minden településnek most már lehetett saját egyéni címere. Nekünk is, csak én azt mondtam, hogy itt van ez a templom, és a templom falába be van falazva ez a kő. Senki nem tudja, hogy a kő honnan származik, senki nem tud a kőről semmit. Ugyan tavaly volt rá restaurálva, itt van, látjátok, restaurálták, és a régész, aki ezt a tudományos levezetést fog, mert műemlék, muszáj volt neki erről tudományosan leírni, azt mondta, hogy hát ez a kő, ez a 18. században utólag lett oda betéve. Abban a kútban, amit az előbb mutattam nektek, mentünk le méterben, egy csomó arany elvitte a múzeum, de nekem ami legjobban tetszett, az egy viaszpecsét, és a viaszpecsétben ez a címer volt benne, 1707. Akkor hogy tették oda múlt hónap, vagy azért múlt században? Szóval ennyit a történetírásról. Na most a címerben pedig ott van a két csillag, három búzakalász, és a két szélén, mondjuk ezt is meg kéne, miért vannak ilyen, ezek, hogy mit jelentenek? Egy-egy tulipán. És én a testületnek azt mondtam, hogy gyerekek, ha az őseinek ilyen fontos volt, hogy a templom alapkövének szánták, akkor legyen nekünk is fontos. Az akkor nekünk is jó lesz valamire. Hála Istennek, el is egy liberális volt köztünk, de az eltapostuk. Elfogadta. Csak hogy nincs leírás. Nem tudjuk milyen címet alkotni, nem lehet csak leírással. Na hívtuk a Rizét, a heraldikust. Heraldikus mondta, hát a két csillag az a betlehemi csillag, hát a búza, három búza az, amivel a szántó neve szántó, beletették, elnevezték a szántás jelét, szántás szimbólumát, a búzát beletették. Tulipánról meg nem is esett szó, csak erről. Hát jó van. Erre öt mázsa, meg könyvek, József Klíma, Mezopotámia című könyv. Szóval az a gyönyörű, gyerekek, hogy a Sumér, olvasod a Sumér könyveket, és megismered a Sumér társadalom életét. Megismered a értékrendjét, megismered azt, hogy mi volt a fontos neki, és milyen törvények igazgatták az embereket. A törvényekből is megtudod, hogy mi volt az értékrendje. Tudjátok mi? Ugyanaz, ami szántól. Az élet születése, a magnak a magzat, az a titózatos magzat, amiből az élet születik. Ez volt a szimbólum, anya, Isten anya. Például a boldog asszony, a mi boldog asszonyunk 6000 évvel a sumérok így mondták, hogy Bauduk Asan, majdnem szó szerint, és ugyanazt jelenti, mint nekünk a boldog asszony. Azt talán majd nem is mondom, de ezt a szobroknál kellene mondanom, Szent László hozta be a boldog asszony fogalmát a keresztények, egész kereszténység nem ismerte. És akkor azt mondják, hogy Szent István erőszakkal keresztény, és a frász, tehát sokkal régen mindent ők tanultak tőlünk. Na most, József Klíma, Mezopotámia. És olvasom ezeket, és közben van egy fejezet a szimbólumokról, a sumér szimbólumokról. És akkor meglepődve látom, hogy a sumérokkal, ha csillaggal jelölnek valamit, az Istent jelentett. Isten. Sok Isten volt, de volt egy Isten, a
akinek neve sem volt, aki akkora alázattal és akkora fenséges tisztelet, hogy nem volt szabad beszélni róla. Isten nevét hiába nevegyed, ismerted. Tehát ez az Isten, ez volt a teremtő Isten, aki az életet teremti, az életet megint. Mit mondtam nektek, a szántó neve például, tudjátok mit, nem az, hogy szám baromi pocsék a föld. Nem azért, mert műszak, mert marha jó a földünk és mezőgazda. A szántó ember az a megtermékenyítő ember. Az a bunkó paraszt, akit lenéznek, a legnagyszerűbb ember a világon. Mert most pusztul a föld, érte, mert hogy fogyasztás, meg minél többet fogyasztunk, közben nem lesz észre, hogy a földet fogyasztjuk el. Tehát mindenki, hát egyszer csak elfogy a kőolaj is, egyedül a paraszt teremtett újra mindent. A búza, a krumpli, azt újra teremti, a kőolajat nem. A világ el fog pusztulni. Optimistán kéne néznem, de mindegy. Tehát a suméroknál is ezt mondják, az élet tisztelete. És volt egy Isten, mondom ezt az Istent két csillaggal jelölték. Mert hogy a heraldikus azt mondja, mondom neki, miért csillag, miért kell? Hát a betlehemi csillag. Hát de miért kettő? Hát mert a szimmetria szabályai, meg a párhuzam, tehát miközben úgy azért megtudtam, hogy tényleg volt két csillag. Csak két csillag akkor Krisztus születésekor egybeesett és látszott. Mondjuk karácsony lévén nyilván eszetekbe jut a három nap keleti bölcs. Azért ez is izgalmas, olyan izgalmas dolog, ki volt azon, tudjuk, nem. Ugye az ókori népek közül az ószövetségi nép azért választott nép, mert az ókori népek közül ő volt az egyetlen, aki egy Isten hívő, mondják. Én meg azt mondtam, hogy a sumérok is azok. Azért, mert nekik is volt egy Istenük, aki a teremtő Isten volt, aki szeretetből teremtette az életet. Ezt két csillaggal jelölték. És a mi címerünkben kettő csillag van. És kiderült, hogy a búza szintén sumér szimbólum. Az élet kezdete, az élet kenyere, a mag, az a titok. A kutya nem törődik vele, pedig akkora tér, mert átszaladunk rajta. Ott van az a búza, ott van anyám padlásán. Megfogom, ott van, nincs sírke, ott van évek óta. Fogom a búzát, ledugom a földbe, és úgy élet születik. Lázár, kelj fel, kiszólt hozzá. Ott van az a tojássárgája, mitől kezdődik ott az élet, mi indítja el. Nem vegyi folyamat vételméke, a Jóisten szólt oda, a Teremtő Isten. És onnan jött ez a három nap keleti bölcs. Semmit nem tudunk róla, csak az, hogy király volt, és azt, hogy napkeletről jött. Na ebből következtethetsz. Mi van napkeletre Betlehemtől? Nyilván Nimrod már nincsen, mert már régen elmúlt, de azért a kultúrvilág ott van. Ugye jön a három király, tehát nem a segédmunkás ment követnek, a király. A három király mögött nyilván három ország van. A három országnak nyilván három népe van. És ezek Istent mentek imádni. A három nap keleti bölcs Istent mentek imádni. Miközben a választott nép azon spekulált, hogyan ölje meg. Akkor hogy van ez? Aztán kiderült, hogy a tulipán szintén az élet kezdetét, az élet születési helyét jelenti. Most gyerekek! Ez szerint a sumér szimbólumok alapján olvassuk csak le Pili Szántó címerét. A pajzs az véd. Mi védi az én falomat? A Teremtő Isten szeretete, amiből az élet sarjad. Ennél szebb, ennél nagyszerűbb, ennél nagyobb védelmet nem kívánok a falomnak. Teremtő Isten szereteténél nincs nagyobb védelem. Ilyen helyről jöttem. Most érzitek, hogy ez nem Pili Szántói érték. Ez magyar, és nekünk a sorsunk ugyanaz, azonos. Sorsunk azonos a csíksomlóiakkal. Ezért csináljuk a misét már hetedszer.
és ott minden mise előtt bejelentik. Üdvözöljük kedves piliszántói boldogasszony kápolna híveit, akik most együtt imádkoznak velünk a nemzetegységéért. Azt én ott a hegyen, mert ott is ül több ezer ember. Ott kihangosítom, sírunk egy kicsit, és kedvelik van sem. Én még tudnék mondani, de akkor most befejezem, mert nem jut, nem tudom mennyi az idő. Csillagösvényről nem sokan beszélt. A csillagösvényről néhány csak szólt, jó? Tehát fönt van a Pilis keresztje, és akkor az emberek mondják, hogy itt van ez az ösvény, amit a kőbányászok kitapostak évtizedek alatt, milyen jó lenne a 14 stáció a kereszthez. Csak hogy bennem nem az volt, hogy a fájdon meg a izé, hanem van jó helyek. A Kálváriánk római őrtornyra épült. Nagyon jó helyen van ott. Nekem a Pilist kell megvédeni, és a Pilist kell az őseinknek valamilyen emléket állítani, ami az arra járó embert emlékezteti a múltunkra. De ki legyen ez a hét? Azt tudtam, hogy hét, mert a falut valamilyen szereti lehetes szám, sok minden olyan. Hét Szántól nevű település van például, hét zarándó keresztünk van, hogy nem. Hét olyan Funder Kálvária temető, hét funkciós keresztünk van. Mi atyánkban hét kívánság, szent őri, tehát hét kívánság van. És ezért mondtam, hogy hét nemzet történelmű hét embert. De ki legyen az? Ott van a Sziklaszínház, épp egy jótékonysági kormorán koncert vége volt a Koltai Gergelyékkel, ez is aranyos. Csámboknál árvíz van. Valahogy segíteni kéne, mert ugye fölhívom a Koltai Gergelyt, nem segítünk a csámboknál. Hát én is gondolkodtam rajta. Nem csinálunk egy jótékonysági kormorán koncertet, akkor ingyen kéne jönnötök. Jó, rendben van, mikor? És akkor tudom, hallottam ott ellen a napot, ez egy nyárazza, és szeptember 11, jó? Szeptember 11 az a Straits volt, az se rossz. Tehát mindegy, 9-e szeptember, jó, akkor kormorán koncert. Most, amit most elmondtam nektek, ez volt a szerződés. Ott az egész csillagösvény építése, kápolnától kezdve, soha semmilyen papír nem volt. Szemébe néztél, és akkor az tuti volt. Kézfogás, az volt a szentírás. És 2,5 millió forint jött össze. Nem is jegyeket csináltattam, minek költsek rá. Kitettünk egy ilyen vizét a közepére, a Sziklaszínház közepére, annyit tett be, amennyit akart. Mire vége a koncertványok összeszámolták, 2,5 millió, azt vittük le. Na, ezen a koncerten volt egy srác, jön oda hozzám, polgármester úr, én fafaragó vagyok, nekem itt valamit faragnom kell, adjam neki munkát. Benned meg ott volt a hét, csak mondjam, ha jó van, lesz munkát, csak várjál, hét szobrot kell faragni, jó, ingyen megcsinálom, falanyagot fizet, jó. Tavaszra kiderült, már Szörényi segített nekem ebben, hogy Nimród Attila Árpád Szent István szentvászol. Akkor Robi azt mondja, hogy hát akkor negyed évente egyet tudok csinálni, mert hát a többit a családnak kell dolgozni. Jó van, Robikám, akkor legy, és Szörgyéni, tehát felvidéki a srác, elmentem megnézni a munkáját, láttam, hogy nem baltával forog, hanem a szívével, rendben van, jöhetsz. Jó, akkor negyed, minden nap fordulókor legyen egy. Jó, jó. Eldöntöttük, Nimród az első, ugye aláírás. Minden szobor alatt ott van egy hiteles idézet. Ennél is, a Nimródnál mondjuk ott volt más szándék is. Tehát, hogy honnan vettük a Bibliából. Nimród nagyvadászol az Úr előtt Szineár földjén, tehát a Sumérok földjén, mert egyébként ebben a öt mázsában kaptam egy olyan könyvet, aminek az a neve, hogy Talmud. A Talmudban úgy szívják a Nimródot, mint a fene. De sok minden más van benne, amiről nem beszélek, mert tehát a Nimródot szidják, erre mi ezt írtuk oda, aláírás Mózes. Legközelebb, ha nem hiszik, szidjátok el, olvasd el, ti írtátok, csak elhiszed. Tehát nem tudják elképzelni, hogy van egy kultúra, ami ősi,
és mélyen, mint az övék. Az a mi kultúránk. Humor magyar, két dalia, két egy testvér, Nimrod fia. Ne felejtsétek el. Egy hajszál erecske onnan ered, nem magyar volt Nimrod, de a hajszál szkíta nemzetség ott született. Tehát van közünk hozzá. Nos, jó, akkor Nimrod, Robin azt mondja, jó, akkor megcsinálom, megbeszéltük, hogy mi a fontos ide, jó. Június közepén Tolgi megvan, megvan a Nimrod. Ugyan, de jó van, akkor mikor június 21 nyári napforduló, akkor Nimrodot avatjuk. A Szörényinek egyik dilie, most egy kicsit tudjuk, izébe vagyunk. Hát mondom, hogy fasírba egy ilyen, mióta a Földi Robikával összebútorozott, azóta egy kicsit hűvösebb a viszony. Tehát a lényeg az, hogy van neki a csillagkép, ez a mániája. És számítógépen program, csillagkép, mert 1000 évre betötyöttet időpontot, annak a percre, hogy milyen csillagképe volt. Nimrodot avatjuk, július 21. Azt mondja a Szörényi, tudod, mi nap van ma? Nimrod napja. Június 21-én, amikor mi avatjuk a Nimrodot, az égen a Nimrod csillagkép van. A Nimrod csillagkép pedig ez. Tehát Nimrod feszíti az íját, és ezen a napon, ott van a tenyerében a nap a égbolt legmagasabb pontján, de csak ezen a napon. Holnap már megy le, december 21-ig, és kezdődik előről az élet. Aj, de jól jött ki! Ezt a mázlit beszélünk ki, de jól jött ki, klassz. Na jó, akkor szeptember 23 Attila. Kiderült, hogy ő sem véletlenül, pedig nem számítottunk semmit. És az Attila lába vízöntő, skorpió, bika feje meg az oroszlánban. Az anya szemét. Levi, ezt nem mi szervezünk. Itt valami más szervezés van. Nézzük meg, mert ez december 21-én Árpád szoborának avatási tervében, mert 2007-et írunk. 2007 pedig Árpád éve volt. Azért volt Árpád éve, mert 907. július 7-én a pozsonyi csata győztes napja. Tehát azóta van hazánk. A kutya nem törődött vele 2007-ben, mert Gyurcsány volt a főnök, de nagy ívbe tojok rá, Robikán nekünk, Árpádnak állni kell. December 21-én, ugye azt már tudtuk, hogy mi van a december 21-én. Nézzük meg, mi lesz. Pötyögés. Megint a Nimrod. Csak akkor nem a nap ment a tenyerébe. Tehát azt még hozzá kell mondanom, hogy ezek nem havonta előjövő csillag. 1000 év múlik el, mire ez ugyanúgy összeáll. Megint a Nimrod feszíti a nyíját és belemegy a tenyerébe. A mars, a háború, a harc, a csata, a küzdelem szimbóluma. Állj, de jó. Pötyögés. Most is borsozik a hátam. Ez a csillagkép legutóbb. 907. július 7-én a pozsonyi csata győztes napján volt. Uram, köszönöm. Következő év 2008, párosok éve, mert 1308-ban kapták meg a regulát, és a reneszánsz éve. A reneszánsz pedig Hunyadi Mátyás. Bince atya 2008-ban még élt, ugye páros szerzetest, én mondom a Robinak, Robi március 21-e, ugye az az első napforduló, legyen most akkor boldog, és hadd örüljön a kisöreg, szenté akarja avatni, induljon így az év. Jó. Akkor megbeszéltük, hogy bot, meg barlang, meg stb. Én megnézem a naptárt, március 21, hát ugye akkor már három szobron túl vagyunk, és már láttuk, hogy az emberek anélkül, hogy szemben tudják már az emberek, hogy minden napforgók, a számtól szobor avatás, több száz ember jött össze. Nekem meg készülni kellett a szobor bemutatására. Mondom, de jó lenne a szombatra vagy vasárnap, akkor sok ember tud eljönni. Nézem, március 21, 2008, nagy péntek. Az anya szemét. Nagy péntek. Hát ilyen korán még sose volt. Hát, és akkor emlékszem, hogy mi köze van a Hunyadi Mátyás, mi van a Hunyadi, vagy valami köze van a izéjában. Utána nézek, Hunyadi Mátyás már
király. De nincs megkoronázva, mert ugye a Frigyes ellopta a koronát. De hát a Hunyadi Mátyás pontosan tudja, hogy a magyar király nincs a Szent Koronával megkoronázva, akkor ő csak magyika, de nem király. Tehát visszaszállva megvásárolta ezt a koronát, eszeveszett sok pénzért, állítólag 80 ezer aranypénz, de hát ez most nekünk nem sok, de annyi, hogy Európának nincs, megvan a korona. Megvan a korona, és épp húsvét világvasárnapja következik, az ország mind hozsanna, Hunyadi, most legyél meg koronázva. Ácsi gyerekek, Jézust szintén megkoronázták, igaz? Tövis koronával nagypénteken. Őt az emberiségért, engem meg a nemzetemért nagypénteken. És Hunyadit nagypénteken koronázzák meg. 32 évig uralkodik, jön megint egy világvasárnap. Felesége megmérgezi, és nagypéntekre Hunyadi Mátyás halott. Az anya szemét. Robi, telefon, vissza! Nem boldog Özséb Hunyadi Mátyás. Ez a nap Hunyadi Mátyásra van írva, ezt nem szabad kihagyni. Tehát így került Boldog Özséb hátra az utolsónak december 21-re. Amikor mi volt, ugye a 7. szobornak beáll Boldog Özséb, és az égbolton mi van, a naprendszer 9 bolygóján így kóvályog össze-vissza, akkor Boldog Özséb avatási órájában a 9-ből 7 bolygó így szépen egymás így tisztelek egy vonalba. Az anya szemét. Miközben Hunyadi Mátyásnál jönnek ilyen margóra írt szövegek, ami megdöbbentő, ugyanis az a pénz, amit ő kifizetett a Szent Koronáról, hova ment egy jó része? Kolumbusz hajórajára. Ebből finanszírozták, mert akkor ment Amerikába. Nem felfedezni, leigázni. Mert ágyukat vitt magával. Tehát ebből a pénzből mi a magyarok fizettük Kolumbusz felfedezését. Aki az egyik hajón 117 pilisi páros szerzetest vitt magával hittérítőnek oda az dél-amerikai indiánokhoz. Én meg magamban, ezek a bolond spanyolok, miért pont a mi párosainkat vitték? Miért nem találtak közel normális párizéket? Mivel hittérítő, hát ott vannak a premontreiek, meg a ciszterciek, meg ki tudja, pont a mi párosaink kellettek. Hat más a könyv, egyik könyv, Móricz János, Tártusok, Tártus barlang. Nem tudom, hogy ismeritek-e, a lényeg az, hogy délen Bolívia meg ezeken olyan indiánokat találtak, akik magyarul tudnak beszélni. Hoppá! Ezért kellettek a mi párosaink, mert nekik nem kellett tolmács az indiánokhoz. Gyerekek, döbbenetes. Na. Ja, még a Hunya, még a izért Lászlót elmondom, aztán befogom. Tehát a Szent László, aki a kedvenc királyom, június 21-én lett meg felavatva, amikor is minden évben, az minden évben van az, hogy június 21 Nimrod feszíti az íjat tenyerében. Ez minden évben van. Csak hogy mi Szent Lászlót avatjuk, aki a boldog asszony lovagja. Ezt a nép, hogy Románytól kapta ezt a titulust, ezt a megtisztelő címet. Azért mondom, már az előbb mondtam, tehát ő hozta be a boldog asszony, a 7 boldog asszony. Minden boldog asszonykor mi sem van fönn a kápolnában. És mivel ő hozta be, ezért ő a boldog asszony lovagja. Avatjuk június 21-én, amikor Nimrodnak a tenyerében van a nap, és van egy csillag, a Vénusz csillag, a esthajnal csillag, aki egyébként a boldog asszony csillaga. Azért boldog asszony csillaga, mert reggel ő az első, este ő az utolsó, vagy fordítva, és 9 hónap a keringési ideje. Tehát fogantatás, megszületés. Szent Lászlót szenté akarják avatni, de ahhoz a delegáció, a pápai delegációra van szükség, aki szentesíti, hogy ő méltó a szentre. Lementek a pápai delegációhoz, a nagyváradra a Szent László
Székesegyházhoz, hogy történt-e valami csoda, mint az Isten, a Székesegyház fölött megjelenik a Boldogasszony csillaga, a Vénusz. Boldogasszony lovagját avatjuk, Nimrod tenyerében ott van a csillag, vagyis a nap. Erre az egy napra, gyerekek, erre az egy napra. A Vénusz bemutott a nap korongjának a közepébe. Aztán majd 10 000 év múlva találkozunk. Tehát a Vénusz belemegy a napnak a közepébe, a Boldogasszony, és napba öltözött a Boldogasszony. Hát ez mese szép, és ezt nem szerveztük. Ezért tudom, hogy Isten áldás van a csillagösvényen, és nem győzök köszönni, és nem győzök hálát adni a jó Istennek, hogy segédmunkásra lehettem a terveibe. Nem kell nekem semmi kokárda, plecsmi, semmi nem kell. Ez a tudat. Ez a legszebb. Most már elhiszitek, hogy a falu neve a Santo, ami latinul azt jelenti, hogy szent, tényleg méltó áll.